A Postmodern Jukebox különlegesen tehetséges énekesei időgépbe teszik a popzenét, és együtt ünneplik meg a 20-as évek legnagyobb slágereit. A Pop Jazz jelenség élő fellépések sorozatával keresztül szeli az Egyesült Arab Emírségeket, Kanadát, az Egyesült Királyságot és Európát is. Turnéjuk során Budapestre is ellátogatnak, és hát főként erről az állomásról fogunk most beszélgetni Guba Gáborral, a Green Stage koncertszervező és produkciós iroda ügyvezetőjével. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy különleges formációról beszélgetünk, és én arra kérem, hogy mielőtt belebonyolódnánk a részletekbe, ismerjük meg az együttest, ismerjük meg ezt a zenei formációt. Hát 2011-ben Scott Bradley, Amerikában elég ismert zongorista, zeneszerző alapította meg ezt a zenekart, és először csak egy olyan kis performance-eket adtak elő, amit a saját otthonába berendezték a nappaliukat, és akkor ott a zenésztársaival fölvettek swingbe átírt aktuális popslágereket. És hát nagyon magas színvonalon végezték ezeket a felvételeket, és egyre többet raktak így fel a YouTube-ra, és hát egyre nagyobb lett a nézettsége is, és ebből a nagy nézettségből a végén az kerekedett ki, hogy már egy amerikai turnétra hívták őket, és utána pedig gyakorlatilag az egész világot bejárták már azóta. Tehát 2014-ben már egy világkörüli turnéra indult ez a csapat, ez a formáció, és ezt a műfajt gyakorlatilag ők kezdték el így színpadra állítani. Tehát ilyen, hogy swingbe átírni aktuális popslágereket, és hát itt tényleg a legnagyobbakról van szó, Madonna, Miley Cyrus, az egyik nagy kedvencem a Radioheadnek a feldolgozása, ami a Creep, ami rengeteg díjat nyert, tehát ebbe a feldolgozásba is. Tehát azóta is folyamatosan dőlnek ezek a slágerek, és hát ebből a kis csapatból a végén lett körülbelül egy olyan 60 fős formáció, amit úgy mozgat Scott Bradley, mint például Michael Flatley féle Lord of the Dance, ahol szintén több tánc csapat indult el a világkörüli turnéba, mert párhuzamos turnék voltak Európában, Amerikában, Ausztrál térségben. Tehát ugyanezt elindították ebben a műfajban Scott Bradley-ek, és most ezt a 60 főt ők úgy mozgatják, hogy még mi promoterek se tudjuk néha, hogy ki fog érkezni a mi koncertünkre. Sőt, vannak olyan meglepetés fellépők, hogy egy-egy állomást így kitűz Scott Bradley, és akkor oda még egy extra fellépőt berak, vagy akár még ő maga is eljön. Tehát most se tudjuk például, hogy június 23-án van egy alapcsapat, akit nagyjából tudunk, hogy itt lesz, de hogy 100%-os line-upot, azt még mi se tudjuk. El is árultad a dátumot, június 23-án este 7:30-kor a Papp László Budapest sportarénában lépnek majd fel. Mi lehetett a célja egyébként Scott Bradley-nek ezzel a feldolgozással, és akár azzal az egységgel, ami ugye a jazzzene, a swing zenét kedvelők számára jelenthet, de ugyanakkor pedig benne van a modernség is. Én úgy érzem, hogy ő neki az lett a célja, ezt így megfogalmazásban én nem interjúkban nem hallottam tőle, de itt magának a swing zenének, tehát ennek a századelei műfajnak a népszerűsítését akarta elérni, és tudta nagyon jó, hogy hát persze van egy réteg, aki ezt a zenei stílus szereti, meg azokat a számokat, amelyek ebben az időszakban népszerűek voltak. De igazából a fiatalokat úgy lehet elérni, hogyha tényleg itt az aktuális slágereket, Lady Gaga, Katy Perry és az aktuális pop sztároknak a számaiba tud egy olyan átiratot képezni, amivel ehhez a műfajhoz közelebb tudja hozni azokat a fiatalokat is, vagy azokat az embereket is, akik mondjuk eddig nem nagyon szerették ezt a műfajt. Valóságossá válik az a gondolat, amivel kezdtem a beszélgetést, hogy időgépbe teszik a popzenét, és kap egyfajta olyan ruhát, amivel teljesen más lesz, de mégis ismerős dallamok csendben
rendülnek fel. Ugye ez a turné olyan szempontból is mondhatni azt, hogy kiemelkedő lesz, hiszen a koronavírus miatti korlátozások következtében újra a közönség elé állnak, tehát hogy volt egy kisebb kihagyás. Igen, hát az egész turnénak a 20-as évek úgymond a megidézése ez a célja, és ezért 2020 elejére tervezte Scott Bradley stílusosan magát a turnét, és amikor tervezték az amerikai meg az európai turnét, akkor hát egy pár állomást meg tudtak valósítani, de például az európai turnéból minimális volt, ami megvalósult, és így majdnem egy másfél éves kihagyás után, de újra lehetett tervezni magát a világkörüli turnét, és így Budapest is bekerült. Hát most már negyedjére jön Magyarországra ez a formáció, és hát nagyon-nagyon szeretünk velük dolgozni, nagyon jó velük dolgozni, egy fantasztikus csapatról van szó, és közönségünk is nagyon szereti. Tehát Magyarországon most már kialakult egy rendkívül stabil 3-4 ezeres rajongótábor, akik minden koncertjükre eljönnek, és hát ezt szeretnénk, hogy ez még jobban terjedjen, és még több emberhez jusson el ez a fantasztikus és nagyon-nagyon magas színvonalú zenet. Tehát hozzáteszem, általában vannak ilyen átiratok, amelyek kicsit ilyen tingli-tangli stílusban mozognak, de hát itt csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni. Tehát aki eljött egy Postmodern Jukebox koncertre, az megérezte azt a feelinget, azt a magas színvonalú zenei előadást, amit csak ők tudnak ebbe a műfajba. Remélem, hogy sokaknak csináltunk kedvet ehhez a koncerthez, amely meglepetésekben is bővelkedik, tehát június 23-án este 19:30 Papp László Budapest sportarénában lépnek fel a Postmodern Jukebox énekesei és formáció tagjai, Scott Bradley alapításában is vezényletével mondhatni azt, ő navigálja a háttérből a koncertet is. Igen, a teljes hátteret ő adja, ő mozgatja a szálakat, tehát ő az, aki úgymond meghatározza, hogy melyik turnéba, melyik sztárja lép föl, és hát most egy külön felhívást is eszközöltek a rajongóik felé, hogy az egész turnéba, és hát itt Budapestet meg főleg ki szeretnénk emelni természetesen, hogy próbáljuk ösztönözni a koncertre látogatókat, meg a rajongókat, hogy ha tudnak persze, akkor vegyenek részt egy kis gegbe, öltözzenek ennek a stílusnak a jegyében, tehát ennek a nagy Gatsby stílus jegyében, és hát csináljunk egy nagy divat és színkavalkádat az arénában, ami még talán soha nem volt, és utána, amikor már a koncert vége felé vagyunk, azt hiszem nem árulok el velem a titkot, szerintem egy fergeteges nagy buli fog kerekedni, nagy tánccal, és hát ha itt úgymond nem csak a színpadon látjuk ezt az öltözéket, hanem mondjuk a nézők között is, hát szerintem ez egy ilyen felejthetetlen este lesz, felejthetetlen élménnyel. Biztos vagyok benne, én már is kedvet kaptam hozzá. Guba Gáborral beszélgettem, a Green Stage koncertszervező és produkciós iroda ügyvezetőjével. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek, minden hallgatónak, és ön